A gyárvárosi iskola diákjai további segítő közreműködésével második alkalommal édesítették meg a rászorulók ünnepvárását. Virágvasárnapon itt a Szarvas utcai népkonyhán osztottak süteményeket a jótevők, adományból pedig ezúttal sem volt hiány. Azért fontos, mert nekik nincsen meg az, hogy bármikor ehessenek süteményt, mert nincs rá anyagi keretük, és az osztályfőnökünktől értesültem, mert ő is itt van és segít, süteményt is hozott és osztani, és azért jó itt lenni, mert örömmel tölt el engem az, hogy látom az ő boldogságukat, amikor megkapják a süteményeket. A házias ízek mellett a Pedro pékség jóvoltából például kakaós csigát, de egészen profi sütemény különlegességeket is kóstolhattak a hajléktalanok, hiszen többek között Lengyel József cukrászmester is elhozta egyedi finomságait. Igyekszem segíteni egy-egy alkalommal én is minden évben. A tavalyi évben segítettem Juditéknak ebben a kezdeményezésben, hogy egy-egy napra legalább elviselhetőbbé, különlegesebbé tegyük az utcán élő embereknek a mindennapját. És hát idén is ez nem volt kérdés, hogy az általam készített süteményekkel én is megjelenek és támogatom ezt a kezdeményezést. A rászorulók nem csak a süteményeknek örültek, hanem annak az önzetlen figyelmességnek is, amit az adományozóktól kaptak. Nagy örömmel készülten szokták ők fogadni ezeket a kezdeményezéseket, mi is évről évre. Örülünk neki, hogy most már minden korosztálya a civil lakosság részéről képviselteti magát, és akár egy sütemény, akár egy adag meleg étel formájában támogatja évről évre őket. Miért nagy segítség ez önöknek? Érzik, hogy nem csak a szociális szférában dolgozók, akiknek ez a hivatása, vannak velük egész évben, hanem időközönként azért így fölmerül a lakosság részéről is, hogy ők vannak. A kezdeményezés egyik főszervezője, Harcsás Judit, köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik valamilyen formában segítették a sütis akció sikerét. Az összefogás résztvevői szeretnék, ha a jövőben is folytatódna a példaértékű jótékonykodás.